Sziasztok srácok és lányok, elérkeztünk egy nagyon brutális videóval, amiben be fogom mutatni nektek, hogy hogy tudjátok letölteni a Clash Quest-et, ami az új Supercell játék. Nincs más dolgotok, mint a Player Ruházból letöltsétek, ezt itt alul látjátok a Norway VPN-t, srácok rácsatlakoztok, ki fog írni a telefonatok, hogy sikeres csatlakozás, beléptek a Player Ruházba, és mindjárt mutatom, ide beírjátok, hogy Clash Quest, és, mint látjátok, nekem már tölti, srácok, úgyhogy tartsatok velem, hisz, be fogom mutatni a játékot, srácok. Tehát így tudjátok letölteni. Tehát találkozunk a játékban. Itt is vagyunk a játékban, nem tudom mennyire hallottok a játékhang miatt, de most vagyunk itt a tréning bevezetőnél, de utána leveszem a játékhangot, és már jobban fogtok tudni hallani. Srácok, de most... Na, srácok, végre! Ez nagyon, szerintem srácok, ez egy nagyon komoly játék, és ez is nagyon-nagyon nagy sikert fog aratni, mint az összes Supercell játék, ami bejött. Srácok, szerintem nagyon jó, nekem legalábbis nagyon tetszik. Mindenkinek tudom ajánlani, hogy próbálja ki és töltse le, mert tényleg nagyon jó. Ez ilyen hasonló, mint a Clash Royale, és ahogy észreveszem ebbe is az a feladat, hogy... meg kell szerezni a dolgokat, hogy úgy tudsz nyerni egy pályát, hogy vannak ilyen ágyuk, meg vizártóver, meg ilyenek, és azokat le kell rombolni, ugye a karakterekkel. Most például nekünk itt van vizárunk, elfelejtettem íjászó, meg lovagunk, és ezekkel így meg kell csinálgatni itt a dolgokat, srácok. Ami elég jó, szerintem. Nekem legalábbis nagyon tetszik, és elmondom még egyszer, srácok, úgy tudjátok letölteni ezt a játékot, hogyha... épp, hogy megvolt. Úgy tudjátok letölteni ezt a játékot, srácok, hogyha a Google Player ruházba letöltitek a Norway VPN-t, rácsatlakoztok, beléptek a Player ruházba, és beírjátok ugye a játéknak a nevét. Még megcsináljuk ezt az utolsó pályát, itt a bevezetőt, ugye, amit meg kell. És igazából itt is rá lehet jönni itt a taktikákra, meg itt mutatja a játék, hogy melyikek vannak veszélybe, ugye. Itt villognak itt az első karakterek. De most már egyébként kezdem kapizsgálni a lényeget. Igazából, hogy itt hogy is van. És akkor ugye az íjászok azok meg is szerzik ugye nekünk itt a pénzt. És szerintem itt is úgy van ugye, hogy hogyha be tudunk fejezni egy ilyen pályarészt, ugye, mint látjátok ugye itt, akkor, és mint az előbb, akkor ugye kapunk egy csillagot, és szerintem így lehet három csillagosra megcsinálni a
pályákat, ugye? És itt írja alul, hogy miből mennyi van, ugye? Hogy miből mennyi maradt neked. Milyen karakterek, és ugye ezekkel kell gazdálkodni. Ami szerintem egész jó. És akkor most így a három stages, és akkor így lehet megszerezni a három csillagot, ami nekem most ugye megvan, vagyis hogy meg lesz. De hát ez szerintem egyébként mindenkinek meg lesz majd, mert ezek ugye ilyen tréningek, ilyen könnyebbek, de ne kiabáljam el magam. Mert szerintem ez most lehet, hogy nem lesz meg, srácok, ugye, mivel hogy ugye van itt ez a lovagom, meg ugye ez az egy barbárom. Igen, és így kettő csillagosra sikerült nekünk, ugye. Itt ahány csillagot kapsz, ugye annyi ládát tudsz beszedni innen alulról. És itt most megnyílt nekünk egy új Izland, srácok. És ez így Izlandonként megy, és hát látjátok, itt is elég sokáig el lehet jutni. Ez a legmagasabb, ugye. Mindjárt ránézzünk itt a kártyákra, ugye. Aha, itt lehet, azt a de komoly. És akkor itt föl lehet fejleszteni itt a dolgokat. Van Archer, Barbar, Wizard, Prince-ünk. Itt lehet Fireball, Giant-et, Swap-et, Charge, Goblin, Racket, Pekka, itt is van Pekka, Zepp is nagyon jó, Bomber is, a Log. A Log az Legendary volt a Clash Royale-ba, és a Baby Dragon is itt van. Itt van ugye Shop, itt akkor nyílik meg a Shop, hogyha begyűjtitek ezt a 20 csillagot, ugye. És itt is vannak ligák, srácok, és itt is be lehet konnektelni a Supercell ID-vel, illetve Facebookkal, srácok. Úgyhogy ennyi is lett volna ez a kis videó. Ha tetszik a videó, akkor csapassatok rá egy lájkot, srácok, és akkor csinálunk belőle még részeket. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, én Mário voltam, legyen szép napotok, és sziasztok!